Az első téma az annyira abszurd, hogy persze, hogy szakértőhöz fordul az ember, mert én magam ezt nem is értem. Felsman Balázs a vendégünk, jó estét! Jó estét kívánok! Azt mondja a hír, hogy az MVM nem tudja, hogy mennyiért kapjuk az orosz gázt. Hát pontosítsunk, az MVM tudja, hogy mennyiért kapjuk az akkor orosz gázt. Akkor mi itt a kérdés? Ha ő tudja, akkor mindenki tudja, aki a kormányhoz be van csatornázva. Igen, de maga az az ármechanizmus, amivel végig számíthatja a Magyar Energiahivatal, aki aztán javaslatot tesz a miniszternek arra vonatkozóan, hogy mennyi legyen az egyetemes szolgáltatói ár, az megköveteli azt, hogy azon információk birtokában legyen hivatalos módon, amik alapján ő átszámolhatja ezt a képletet. Amennyire én ezt követtem, így gyakorlatilag én is a sajtó alapján tudtam csak követni a fejleményeket, ugye az történt, hogy a Putyin elnök magyarországi látogatását követően a külügyminiszter úr elmondta, hogy 260 dollárért kapjuk köbméterenként a gázt. Erre azért többen fölkapták a fejüket, mert ez jelentősen alacsonyabb, mint a korábbi olajindex. Másfél évvel ez még 390 volt. Jócskán így van, tehát közel 400 dollár volt. És ami még nagyon érdekes, hogy ez az ár, ami elhangzott, ez gyakorlatilag megegyezik a nyugat-európai tőzsdei gázárakkal. Na most azt tudni kell, hogy a Gazpromnak az utóbbi időben komoly volumen problémái vannak Európában. 100 milliárd köbméteres kapacitása áll lekötetlenül, tehát ami nem tud termelni. És egyre inkább, egyre több szakértő mondja azt, hogy a Gazprom kezd átállni egy volumenvezérelt stratégiára, tehát nem annyira az árat akarja, hanem egyszerűen azt, hogy legyen neki exportja, el tudja adni azt a kitermelt gázt, amit ki kell termelni. Ugye ne felejtsük el, hogy közben neki a hazai piacon óriási nyomást jelent az, hogy a rubel hihetetlenül nagyot esett a dollárhoz képest. Ezt tartaná el az orosz gazdaságot. Pontosan, és ugye a gáz nem csak Magyarországon, de máshol is. Kapacitásai vannak, az azt jelenti, hogy nem kell Nyugat-Európának az orosz gáz. Hát igazából az európai kereslet is esett, vannak alternatív szállítók, kell az orosz gáz, 30%-os a Gazpromnak a pozíciója jelenleg az unión belül, tehát nem igaz, hogy orosz gáz nélkül működnénk. Én azt látom ebben, hogy viszont fontos neki a volumen, ezért úgy tűnik, hogy stratégiát váltott az árazás szempontjából. Inkább hajlandó ebből a hosszú, vigyék, és hajlandó átmenni abba, hogy jó, hát ha az európaiak annyira ezt a tőzsdézést akarják, akkor átállunk mi is a tőzsdei. Na, ez most fordítsuk rá a magyar háztartás nyelvére. Ez akkor arról szólt, tehát, hogy az oroszok hajlandók voltak azon az áron adni nekünk a gázt, nem úgy, mint eddig, ahogy azt mi Nyugat-Európában meg tudnánk venni. Mi mindig igen. Arra hivatkoztunk, hogy nálunk nagyon drága a kormány mindig arra hivatkozott, nálunk nagyon drágák a szolgáltatások, ezért kellett a rezsicsökkentésnek nevezett valamit végigcsinálni. Na de hogyha most egyharmadával kevesebbe kerül a gázár, mint ahogy azt a beszerzési ár, mint ahogy azt korábban beszereztük, akkor most itt lenne az alkalom egy igen drasztikus, nagyvonalú és nagyságrendben is jól kifejezhető gázárcsökkentés. Igen, nem? És ez így teljesen korrekt is lenne ez a gondolatmenet. A másik oldalról viszont azt kell mondani, hogy ez a rezsicsökkentés, amit sok mindennek hívhatunk, de azért bátorkodom inkább politikai terméknek nevezni, mert akkor, amikor ezek a csökkentések megvoltak, ennek nem volt meg a gazdasági alapja. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy a magyar háztartások azok most már a régiónkban messze-messze a legkevesebbet fizetik a gázért. Tehát előre megkapták gyakorlatilag ezt a gázárat? Tulajdonképpen egy kicsit előre megkapták ezt a gázárat. Ennek a fedezete a magáncégeknek a profitja volt. Tehát a gázszolgáltatók profitja gyakorlatilag kivétel nélkül mindegyik veszteségessé vált az elmúlt két év során. Tehát lényegében ebből finanszírozódott ennek az első. Na de közben a törvényi háttér úgy szabályozza, ha jól sejtem most ezeket az árakat, hogy gyakorlatilag rá is lenne kényszerítve a kormányzat arra, hogy az őt körülvevő cégekkel ezeket a következő rezsicsökkentés végrehajtása. Így van, ugye ez az érdekes helyzet ebben a jelenlegi, ugye lényegében a külügyminiszteren keresztül megtudott információ, hogy csökkent az orosz gáz, hogy egyébként viszont egy képlet alapján ki lehet számolni, hogy ha ennek a képletnek az egyes tényezői változnak, akkor az mennyiben hat a teljes ára. Na most, hogyha ez az ár, ez 73 forintra csökkent, ez a 260 dollár, ez, hogyha átszámoljuk, köbméterbe, ez 73, és egyébként tudjuk, hogy körülbelül olyan egyharmadában a lakosság a MOL által, meg más hazai termelők által kitermelt, itthon kitermelt, és 30 forinton átvett gáz kerül be ebbe a lakossági ellátásba, akkor ezt súlyozottan kiszámítjuk, akkor ebből kijön az, hogy 58 forint. Most mennyi? Hát amit fizetünk, az 77-78 forint. Na most egy picit azért ezt ne tévesszünk meg senkit, hogy hú, hát akkor ezzel 20 forint van. Nem, mert a kettő között van egy olyan díj, amit a gáz elosztására... Legyünk nagyvonalak 10. A gázelosztók
költségét tegyük hozzá, igen, 10 forint. Ugye ez az, hát ami... azért az is 15%-os csökkentés. Igen, és erre lehet is mondani, hogy elképzelhető egyébként, hogy ezzel az árcsökkentéssel van további tere annak, hogy csökkenjen. Vicces lesz, hogyha az ellenzék lép elő, amelyik hajdanában a rezsicsökkentés legnagyobb ellenzője volt azzal, hogy most miért nem csökkent a kormány, vagy pontosan azért, mert most már törvény is van róla, egyébként reális lenne. Igen, én azt gondolom, hogy nyilván nem az ellenzéknek kéne ezzel előrelépnie, és mondjuk, hogy elolvasva ezeket a sajtócikkeket, hogy most akkor mi történt, és hogy a hivatalok mit nem tettek, ugye ennek megvan egyébként a normális rendje. Az energiahivatalnak kell javaslatot tennie arra, hogy a következő időszaktól ez hogyan változzon. Az energiahivatal egyébként meg is próbálta begyűjteni ezeket az információkat a egyébként állami tulajdonú szolgáltatótól, aki egyelőre ezt nem közölte vele. Ugye hát az energia a Szijjártó Péterhez. Meg is bírság. Hát, Szijjártó Péter ugye, kikotyogott valamit, ami üzleti nem, én nem gondolom, hogy ez kikotyogás lett volna, én azt gondolom, hogy ezt mint egy tárgyalásos sikert kommunikált a Magyarország, mint ahogy egyébként a régiónkban minden más ország na, is. De senki nem mondta, hogy ez nem annyi, akkor most ilyen alapon be lehetne gyűjteni. Igen, csak erre mondom azt, hogy ennek van egy hivatalos útja, és ezt azt gondolom, ebben meg kell védenem a hivatalt is, hogy a hivatalos úton tud járni, ő megkéri a szolgáltatókat, hogy adják meg azokat az információkat, amire neki szüksége van. Nyilván, amíg nála nincs egy információ, addig ennél többet nem tud tenni, mint hogy bírságokat fejt ki. Egyébként ebbe azért egy jó hír van, októbertől a teljes Európai Unióban megváltozik az ilyen típusú bejelentés. Az Európai Energiaügynökség észlelte azt, hogy anomáliák vannak a gázpiacokon, ezért októbertől egységesen az Európai Unióban valamennyi kereskedelmi szereplőnek, valamennyi szállítóvezeték tulajdonosnak egy egységesített portálon minden szerződését, minden ajánlatát be kell jelenteni. Lesz meglepetés. Igen, ez egy óriási változás lesz a szektorban. Viszont januárban az MSZP beadott egy törvényjavaslatot, tehát nyilván emlékszik rá, hogy a gázárát 20, az áram meg a távfőára 10-10%-a csökkentse a kormány, a rezsicsökkentés folytatva. Ezt akkor a kormány oldal elutasította. Erről mit gondol, ennek meg lett volna az alapja, ha már egyszer belekeveredtünk ebbe a spirálba? Hát én őszintén én úgy vagyok ezzel, hogy én személy szerint csak azt a metódust tudom jó szívvel támogatni, ami transzparens abban a tekintetben, hogy előre megfogalmaztuk azt, hogy hogyan számítjuk ezt ki, és ezt mindig transzparensen közzé teszük. Én nem tudok hová tenni azokat, amikor 20-10%-okat akárki, és ezt most nem a mostani ellenzéki javaslatot mondom, mert ugyanezt történt, ugye, amikor a kormány is ilyen kerek számokat mondta, hogy most 20%-kal csökken a rezsi. Akkor csökkenhet, amikor egyébként a piaci folyamatok ezt indokolják. Most úgy néz ki, hogy a piaci folyamatok indokolnak egy csökkentést, de ugye lássuk be, ennek a másik oldala is igaz, amikor viszont emelkednek bizonyos beszerzési árak, akkor pedig nem lehet azt állítani, hogy egy termék ára az idők végezetéig változott. A Magyar Földgázkereskedő ZRT, amelyiktől az adatokat szeretnénk megkapni, az kinek a tulajdonában? Az MVM tulajdonában. Az MVM kinek a tulajdonában? Hát az MVM a kormány, a magyar állam tulajdonában. Akkor az hogyan van, hogy már többször megbüntették a Magyar Földgázkereskedő ZRT-t, mert nem szolgáltat adatot? Hát ezt őszintén ezt nem tőlem kell megkérdezni. Ez valóban nem egy szokványos hát dolog. Igen, tehát a igen, kormány a saját tulajdonában álló ezen nehéz vitatkozni, ZRT-től nem tudja megkapni dolog. Az adatot. Igen, ez nyilván nem egy mindennapos esemény. Elképzelhetőnek találja, hogy tényleg nem kap adatot a kormány vagy az MVM azt a saját cégétől? Azt elképzelhetőnek tartom, tehát hogy azt nem a kormány, tehát azt elképzelhetőnek tartom, hogy a hivatalos adatszolgáltatást a cég az energiahivatal felé nem teljesítette. Ezt abszolút elképzelhetőnek tartom, hiszen láttuk, hogy a hivatal bírságolta a céget, tehát akkor bizonyos adatszolgáltatók és kötelezettségeit nem teljesített, ez így. Azért Kafka sírva könyörögne a receptért szerintem, ezt az országot ő tudta volna megálmodni. Van itt egy másik történet, a Nemzeti Közműszolgáltató története. Ahány megszólaló, annyiféle állítás, ahány vélemény, annyiféle egymásnak ellentmondó gondolat arról, hogy hogyan fog kinézni ez a Nemzeti Közműszolgáltató. Azt most már tudjuk, hogy nem sok értelme lesz, mert Németné azt mondta, aki az azért felelős, a miniszterelnökségnek felelő megbízott, hogy a szolgáltatók számára meghatározott tarifánál nem lehet olcsóbb a nemzeti közműszolgáltató tarifája, akkor mi értelme van hát ennek? Ezt így nehéz, igen, ez megint egy olyan dolog, hogy egyébként is elég kérdőjeles lenne, hogyha ugyanazt az árat kínálja, mint egy másik szolgáltató, akkor miért váltanánk? Tehát már ez is egy teljesen jó kérdés, de hogy önmagában... Hát a nemzeti szó miatt talán. Hát igen, nyilván van, aki emiatt az egy szó miatt
vált. De én azt gondolom, hogy ez önmagában nagyon kevés lesz arra, hogy valaki elmozduljon a jelenlegi szolgáltatójától ehhez az új szolgáltatóhoz. Ráadásul, amit egyébként korábban hallottunk, hogy valamiféle egységes kezelés, mérethatékonyság lesz, ugye most egyre inkább úgy tűnik, hogy egy holding modell irányába megy a rendszer, ami tulajdonképpen külön-külön megtartja azokat a cégeket, akik korábban közműszolgáltatásokat. Azt mondják, hogy a főgázra épül ez az egész, ez elképzelhető? A főgázra a gázszolgáltatás része épül, ugye a főgáz kiváltja az ország többi részére vonatkozóan is az egyetemes szolgáltatói engedélyét. Ugye neki most gyakorlatilag itt a főváros körzetében, illetve bizonyos más területeken van engedélye, ezt kiváltja, és ezzel lényegében mint országos szolgáltató megjelenik. Tehát ha úgy nézem, most már minden területen legalább két lakossági szolgáltató lesz jelen, hát kivéve Budapest, mert akkor ott egyelőre csak a főgáz van jelen. Az a főgáz, amelyikről most megtudtuk az elmúlt hetekben, hát gyakorlatilag kilopta a szemünket az elmúlt években. Hát azért ezt ugye nagyon sok mindent olvastunk ebbe röpke két napba. Először azt hallottuk, hogy nagyon nagy visszaélések történtek, aztán ez folyamatosan finomodott. Ugye tehát ez a 20%-kal meg lettünk károsítva, abból tartunk most ott, hogy előfordulhattak anomáliák. Igen, ugye azt kell tudni, hogy amiről ez az egész történet szól, az az, hogy bizonyos társasházaknál a felszerelt mérő kapacitása az indokolatlanul nagy volt ahhoz képest, mint amennyi az adott ház, tehát az adott társasház fogyasztása. És a mérőóra megfelelően fizettük a díjat. Igen, az úgynevezett alapdíjat. Uh-huh. Igen, és erről szól ez az egész. Az alapdíj egyébként egy relatív kis tétele a számlánknak, de nyilván, hogyha nagyobb mérőt kérünk, nagyobb kapacitást, akkor nagyobb alapdíjat fizetünk, hiszen a hálózat... Ez nem 20% egy nem, számlán. És ráadásul egyébként, hogyha egy társasház jelezte és kezdeményezte a szolgáltatónál, hogy kapacitást szeretne csökkenteni, akkor ennek eddig is megvolt az eljárás rendje, és én azt gondolom, hogy ha ezt erre valóban igaz lett volna az, hogy a társasházak erre nemleges választ kaptak a szolgáltatójuktól, és ez nem is csak a főgáz, akármelyik szolgáltatótól, akkor az a társasház bátran elmehetett a fogyasztóvédelmi hatósághoz, és egészen biztos vagyok abban, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság a társasháznak adott igazat egy ilyen vitában. Akkor ez is politika? Hát ez egy picikét, most ezt én nem tudom hova tenni. Nyilván ugye én azt gondolom, hogy ez inkább arról szól, hogy most új gazdája van a társaságnak, ugye eddig önkormányzat és részben magántulajdon, most átkerült egy új tulajdonosi joggyakorlóhoz. Ez számomra inkább egy kicsit olyan, ahol mi sok cégnél előfordul, ugye az új seprő, jól sepert, nyilván mutatni kell olyan dolgokat, hogy miért is ez egy hatékonyabb, jobb irányítás, mint az előző. Szerintem ebben az országban a fosztis hasonlatokat mindenki érti, az olyan, mint amikor új edző érkezik a csapathoz, és akkor a régi biztos, edző hogy két rossz munkájáról beszélünk. Köszönöm szépen, hogy eljött. Köszönöm.